Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Ratzinger bíborosnak, 16. Benedek pápának gondolatai a vezérfonalunk ebben az esztendőben, és most az eszkatológiával, a végidővel foglalkozó könyvéből vett gondolatokat egészítem ki, innét, onnét, máshonnét vett, adventtel is kapcsolható gondolatokkal. Nem idegen ez a úgynevezett eszkatológiáról szóló tanítás az adventtől, hiszen nem pusztán arról van szó, hogy készülünk karácsonyra, hanem a Messiás eljövetele az magával hozza mindig Krisztus második eljövetelét is, ahogy annak idején a prófétai igehirdetésben is ilyen kettősség volt, sőt hármasság, látták a maguk korának az eseményeit, arra vonatkozó is mondtak úgynevezett orákulumokat, jövendőléseket, szóltak az eljövendő messiási korról, de nem egyszer a végidőről is. Tehát ilyen hármas lépcsővel tanítottak a proféták, különösen Izaiás vagy Jeremiás. Ratzinger bíboros megírta a regensburgi tanítási idő emlékére a könyvét, 69-77 között tanított ott az egyetemen, és az akkori hallgatóknak foglalta össze, ami már megjelent a 70-es években. De aztán újra kiadták a 90-esben, amikor már ténylegesen bíboros is, sőt a hittani kongregációnak volt a vezetője, és úgy visszatekintve megállapította, hogy abban az időben két dologgal is kellett küzdenie. Az egyik az volt, hogy egy túlságos optimizmus vezényelte és vezérelte az akkor idők emberét, hogy jön egy jobb világ, ennek volt politikai felhangja, még a teológiában is, hiszen a fölszabadítás teológiája azt vetítette előre, hogy majd az elnyomott nemzetek éppen az evangéliumtól is ihletve fölszabadulnak. Ez volt az egyik. A másik pedig érdekes módon egy ősi igazságot, ami bár polarizálódott az idők folyamán, hogy az ember test és lélek valóságából áll, azt mintha úgy tagadták volna, és erőteljesen platonista irányzatnak mondták, ugyanis Platonnál találkozunk azzal a gondolattal, hogy van az emberi lélek, benne az emberi testben, de olyan idegenül érzi magát, és alig várja, hogy kiszabaduljon belőle, mert az embernek igazi léte, lényege az a lelkében valósul meg. És hát az újkor éppen a Ószövetség alaposabb tanulmányozása, majd pedig a lélektani, antropológiai vizsgálatok alapján mondták, hogy hát nem lehet így elszeparálni teljesen az emberben a testet és a lelket, mert a Bibliában a test az egész embert is jelentheti, és az a kettősség így ilyen szorosan véve nem különíthető el. De aztán odáig jutottak, hogy mintha tagadták is volna, hogy az ember meghal, megszűnik a lélek is, nincs is semmiféle tovább élése, és hát ha van föltámadás, az olyas formában fog megvalósulni, hogy az Isten újra teremti az embert.
Most ezzel is kellett küzdenie, amire aztán már a hittani kongregáció is, akkor még nem is volt vezetője, válaszolt, hogy azért nekünk nem lehet föladni azt, hogy van az embernek lelke, és a halála után is valamiféle tovább élése van a léleknek, holott mi a föltámadást várjuk, ami a test és lélek kapcsolatából álló valóságot jelenti. És hát a lelket nehéz meghatározni, mert az több, mint a psziché, több, mint az értelem. Tehát az a képessége az embernek, hogy kapcsolatba tudunk lépni az igazsággal és a szeretettel. És ez meg kell, hogy maradjon valamilyen formában, még ha a halál után is nem is teljességgel marad meg az emberi lét, de a léleknek van egy személyiséget fönntartó ereje. Na, ezek a dolgok, mondja Ratzinger bíboros, vezérelték őt, hogy megtaláljuk a helyes tanítást, amikor a végső dolgokról, az eszkatológiáról beszélünk. A Szentírástól a végső dolog az egyáltalán nem idegen, ugyanúgy az egyházunk tanításától sem. Sőt, mintha ott volna az igazi értelme mindennek. Ezért mondták a szerzetesek, hogy respice finem, tekintsd a véget. Ez olyasmi, mintha az emberi életet egy utazáshoz hasonlítjuk, hát ott a végcél a fontos, hogy oda érjünk. Tehát az ember számára is a vég az eleg erőteljesebben nyom alatba. És hát hogyan is gondoltak erre? Az ősegyház, miután Jézus közeli visszatérését várta, ilyen imaként mondta többször azt, hogy jöjj el, Uram Jézus, ennek van egy ilyen szó, vagy Maranatha. És ebben a Tesszaloniki levélben is, hát mondja Szent Pál apostol, amikor az elhunytak sorsáról beszél, ami az időt is az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Ez a Tesszaloniki levélben van, de érdekes módon, illetve hát megszívlelendő módon őket ez nem rettegéssel töltötte el, hanem várakozással az eljövendő Úrra. A jelenések könyve is hát úgy fejeződik be, hogy mikor véget ér a nagy látomás, János evangélista maga előtt látja a jelent, a jövőt, a sok-sok küzdelmet, de azt is tudja, hogy ez egyszer be fog teljesedni, és azt mondja, igen, hamarosan eljövök, amen, jöjj el, Uram Jézus. Így fejeződik be, és utána már csak egy jó kívánság, hogy az Úr Jézus kegyelmed legyen mindnyájatokkal. Hát ez a gondolat vezérelte az ősegyház népét, hogy örülni kell annak, hogy eljön az Úr. De aztán az idők múlásával még ugyan idéznék egy ősegyház korából való iratot, a Didakét, amiben azt olvassuk, hogy jöjjön el a kegyelem, és múljon el ez a világ. Ugye a kegyelem az Jézus Krisztus megtestesülésével már eljött a világra, és hát jöjjön el hozzánk, és múljon el ez a világ. De jött aztán a fölszabadulás kora, amikor ugye a kereszténység ellanyhult konstantini fordulat után, de mindig volt egy olyan réteg az egyházban, amelyik az evangéliumot komolyan vette, ha kellett, kiment a pusztaságba, hogy arról elmélkedjék, meg próbált szegényen élni,
az evangélium tanácsok megtartásában. És hát azt mondták, hogy a többinek bizony félelmetes lesz az Úrral való találkozás. És jó, hogyha erről figyelmeztetjük őket, hogy vigyázzatok, mert az Úr napja el fog jönni, méghozzá kemény ítélettel. Erre is találunk példát a Szentírásban, hogy ezt mondják, hogy lesz egy ítélet is. Ez különösen a középkornak a századai, az ezredforduló tájéka termelte ki ezeket a gondolatokat. Jelenések könyvében van egy eléggé nehezen megmagyarázható rész az ezer évről, hogy lesz egy olyan ezer esztendő, amikor szabadjára engedik a sátánt is, de aki hűséges marad, az üdvözül. Ez a kiliazmus, ugye, annak az ezernek a görög fordítása. És hát jött az ezredik év, pont kapóra jött, hogy na most fog beteljesedni a jelenések könyvének az a gondolat, hogy na, letelt egy ezer év, és most itt a világ vége. Hát emlékezhetünk rá, hogy 2000 előtt is voltak azért hasonlók, hogy nem biztos, hogy 2000 év betöltése után lesz még emberiség. Jött a hold, vagy a napfogyatkozás kalocsán, 99-ben, emlékszem rá, volt, aki mondta nekünk, hogy hát menjünk be a templomba, mert itt a világ vége. Na már most, ugye ezek a gondolatok, hogy itt a világ vége, azért ezek kísértik az embereket, hát ha más nem, arra kell gondolnunk, hogy ugye a klímaváltozással, a mit tudom én, ez a biológiai, vagy milyen lábnyomunknak a egyre nagyobbodásával, hogy föléljük a javainkat, mindig hamarabb, ami arra az évre szólna. Egészen ilyen fenyegető jövendőléseket olvassunk, megolvadnak a jéghegyek, klímaváltozás, minden, hát ezt nem is vallásos emberek, hanem természettudósok is egyre másra mondják. Hát így volt ez az ezredik év tájékán is, hogy hát itt van az ezer év, és hát jó lesz, hogyha megtérünk, mert jön a bíró, és bennünket keményen meg fog ítélni. És volt egy úr, bizonyos Celanói Tamás, aki megírta a harag napjáról szóló himnuszát, ami hát nagyon nagy karriert futott be, mert Requiemeknek betétje szokott lenni a Dies Irae, ugye, de mi is énekeljük, ha más nem ilyen parafrázált formában a temetésen, hogy ments meg engem, Uram, az örök haláltól. Ez végül is a Dies Irae-nek a fordítása. Celanói Tamás Dies Irae-jét, hát sokan fordították, de Sík Sándori az, amelyik legjobban beleilleszkedik a liturgia gondolat világába. Hát én nem olvasom fel a himnuszt minden verszakával, de legalább egy hármat. Ama végső harag napja, a világot tűznek adja, Dávid így Szibilla hagyja. Ugye a Szibilla a pogány világba a végidők megjelenését hozza magával. Reszket akkor holt megélő, ha megjön a nagy ítélő, mindeneket lattal mérő. Csodakürtök zengenek meg, sírok éjjén átremegnek, ítéletre mindeneknek. Ezt a verszakot gyakran föl szokták írni temetők, kriptáknak a falára. Valaki elmegy fótra, megnézi ezt a
templom alatti kriptát, gyönyörű szép oltára van, de bizony ott az angyal fújja a trombitát, és ki van írva, tubamírum, tubamírum, spargen szónum, kogetom lisz, antetraunum, perrigia székulórum. Ugye mikor, és hát ez olyan rettegtető, hogy még a sírok éjjén is átremegnek ezek a csoda kürtök, viszont azért a vége, ez egy nagy könyörgés, hogy föltámadnak a bűnösök, könnyel árad a ma nagy nap, hanvakból, ha föltámadnak a bűnösök, számot adnak. Uram, nekik adj jó véget, kegyes Jézus, kérünk téged, add meg nekik békességed. Tehát ez volt a középkornak a világ végre vonatkozó fölfogása, de ahogy jött a további szellemi áramlat, legyen az a humanizmus is, vagy reneszánsz is, de maga a protestantizmus is, az individualizálódásnak, az ember egyedüliségének a teológiában is megformált módját adja elénk. Én és az Isten, vagy Isten és én, mondjuk így ilyen jobb esetben. És hát, hogy én szerezzem meg az üdvösséget. És hát ez kihatott a világ végről szóló tanításra is, vagy a lelki gyakorlatokra is. Nagyon sok templomban látunk ilyen missziós kereszteket, ki van írva, hogy menzd meg lelkedet. De hosszabb időt ott volt egy missziós páter, és az évek is ki vannak írva a keresztre, hogy a te lelkedet menzd meg. Hogy így individualizálódik, és valahol elveszítődik a öröm, a közösségi jelleg, a szentek közössége és az öröm. És hát akkor még ott van a végítéletről szóló Jézusi beszéd, vagy a jelenések könyv, vagy meglátjátok majd az emberfiát az ég felhőin, az emberfiának a jelét, ezt egyértelműen a kereszttel azonosítják. És hát a remény az nem felhőtlen, hanem tele van ilyen rettegéssel, hogy számot kell adnom, és az örök haláltól mentse meg engem az Isten. Minden szentek litániája az a középkorban íródott. Mi egy nagyon stilizált változatát szoktuk imádkozni, mert hát ott van egy 30-40 szent felsorolva, és utána egy ilyen pár ments meg engem Uram kérés, de az eredetében ott a dökhaláltól, háborútól, mindentől, ami rettegtette az embert, attól is mentsen meg, és ő belekapaszkodtak ebbe a minden szentek litániájának könyörgésébe. És hát nem véletlen, hogy a mi atyánkot, ugye nem úgy fordították le, hogy ments, hogy szabadíts meg a gonosztól, mert ugye a latinban is így van, sed liberanos a malo, a rossztól, nem, a gonosztól. Abban benne van egy személyes, egy ördög, egy gonosz lélek, mert úgy mindenben azt látták, és a megtestesült gonoszságot, ugye, a minden rosszba. Na most, hát egy ilyen világ volt, és az eszkatológia az egy félelmetes fejezetévé vált a teológiának és magának, a vallási hitnek is. Most, hogyha megnézzük a jézusi tanítást, az eszkatológikus, jövőre irányuló, de közel sem ilyen rettegtetéssel. Mert Jézus alapvető nagy témája az Isten országa. Az Ószövetségben is ott van már, de hogyha azt szeretnénk egy mondatban megjelölni, hogy mi az, ami legjobban foglalkoztatta Jézust, az az Isten országa. Annak az eljövetele, annak sokféle megvilágítása példázatok által.
és hogy el fog jönni. Most az Ószövetség is úgy gondolt rá, hogy az Isten országa az ilyen végidős dolog lesz. A rabbik mondták, hogy meg kell tartani a törvényt. Az összes törvényt megtartjuk, el fog jönni az Isten országa. Vagy pedig hát lesz egy olyan nagy kataklizma, egy olyan nagy világ megrendülés, amiben minden el fog pusztulni. Na most Jézusnál az Isten országa ilyen paradox. Mert azt mondja, hogy itt van. Sőt, köztetek van. Ugyanakkor benne van a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod. Itt is van, meg jön is. És imádkozunk érte. És hát azon is gondolkodtak, hogy hogy kell azt érteni, hogy köztetek van, vagy bennetek van. Az emberben van, az emberi közösségben van, ahol megvalósítják az evangélium törvényeit. Biztos, hogy van átfedés, és hát tudjuk azt, hogy az Isten országa sokkal szélesebb körű, mint az egyház. Volt olyan időszak az egyház történetében, amikor olyan triumfáló hangulatban azt mondták, hogy az Isten országa el is érkezett. Itt van. Mert az egyház megvalósít mindent abból, ami az Isten országára jellemző. Egy 8. Bonifác 1300-ban, amikor meghirdeti a Unam Sanctam Catholicam, ugye, bullát, egy ilyen diadal ittasság vett rajta erőt, hogy kérem, Európa, keresztény, szeretés rendek vannak, ami belátható, ott mindenütt keresztények vannak, aztán a távvilágban mi van, hát az más kérdés, majd azokat meg fogjuk téríteni, de itt van Isten országa. És hát rá kellett jönni arra, hogy nem így van ez, mert az Isten országa az egy folytonosságot jelent és eljövetelt. És akkor felfedezzük, főként most már a egyházatyák tanulmányozásával, hogy ők ezt jobban értelmezték, mint a középkor. Mert Origenész, nagy ilyen biblikus egyházatya azt mondta, hogy maga Jézus az Isten országa. Ahol ő ott van, autóbaszileia, így mondja. Tehát, hogyha azt mondja Jézus, hogy ahol köztetek van és bennetek van, akkor valahol ott van köztünk, hogy ezt jelenti az Isten országa. És az egész ige hirdetése lehetne azt mondani, hogy eszkatológikus. A húsvét után már ugye az apostol ige hirdetés az kevesebbet, szinte nem is foglalkozik az Isten országával, mert ott már Krisztus létmódja válik fontossá. Így mondjuk, hogy a krisztológia. Hogy ő kicsoda. Tehát ott az ő létmódja, de addig az Isten országa. És hát, hogy Jézus az Isten országát hirdeti meg, és erre állítja be a követőinek a lelkét. Főként a protestáns teológia 20. század elején, gondolok itt Bultmannra, vagy esetleg Kárbáltra, de a híres egyszerre orvos, orgonista, biblikus Albert Schweitzerre is, aki egy nagy teológiai könyvet tett le az asztalra, hogy Jézus az Isten országát nagyon közelinek gondolta. Ő maga is azt hirdette, hogy itt van Isten országa, velem el fog jönni, és ebből adódóan a keresztények nem is akartak már dolgozni. Hát tudjuk azt, hogy volt a négyházközség, hogy hát ha egyszer úgyis vége van a világnak, akkor ezt a kis időt már kibírjuk. Ez majdnem olyan, mintha 100% biztosak lennénk abban, hogy
holnap után vége lesz a világnak, akkor valószínűleg senki nem menne már dolgozni, mert minek? Vége van a világnak. Hát ők is így voltak is. Ekkor mondja Szent Pál, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. És az apostoli levelekben Szent Pálnál, Szent Péternél is többször előjön a józanság gondolata. És itt nem azt értik, hogy ne ígyatok annyit, és józanok legyetek, bár mondjuk az is egy, ugye a részegességet azt a Szentírás elítéli, hanem a realitás, a valósággal való szembenézés. Ugye a Szent Péter mondja is, hogy na azt mondják nekünk az ellenfeleink, na hát akkor hol van az, hogy vége van a világnak? Ugye? És akkor azért józanok legyetek, ezt nem föltétlen kell azonnali beteljesülésre venni. Bár az Úr Jézus a világvég jeleiként hozott egy-két ismertető jelet, többek között hozta azt, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni. Ezt mondta, hogy itt kőkövön nem marad. És hát be is teljesedett, és ezt nem utólag írták bele a Szentírásba, hanem az első evangéliumok erről már írhattak. Ezt onnét is kikövetkeztetjük, hogy az evangéliumot ugye később írták le, mint maga Jézus mennybe menetel lett volna, hogy éppen az első keresztények annak tudatában, hogy Jézus megmondta, hogy az ellenség körülveszi Jeruzsálemet, megfogják ölni az ott lévőket, el is pusztítják, ahogy meg is történt. Ők elmenekültek. Elmentek Jeruzsálemből, és ugye a sorsukat is követni tudjuk egy darabig, mert ott kóboroltak a arábiai sivatagba, és hát évszázadok után is valamiféle deformált kereszténységet azt vallottak. Valószínűleg Mohamed is velük találkozott, amikor ugye a látomásai alapján keresztény elemeket is betett a Koránba. Bár a muszlimok azt mondják, hogy mindenestű az Isten diktálta neki, de hát itt látjuk Mohamednél, hogy zsidó hatás is van benne, meg keresztény hatás, meg az ottani népeknek a vallásából. De ezek az emberek, akik ott voltak, ezek lehettek hatással, és terjesztették a kereszténységet, hierarchia, meg minden nélkül, de tartalmi elemek voltak belőle, és valószínűleg, hogy Mohamed innét vett át több dolgot. Mert ez is egy jel volt, hogy azt mondja Jézus, hogy hirdetni fogják az evangéliumot sok felé, annak előbb be kell következnie. Hát akkor még ez nem volt meg, de ma már azt lehet mondani, hogy jól lehet, a kereszténység úgy nincs mindenütt, hogy na, templomunk van, egyházszervezetünk van, de ugyanakkor a gondolat, a tanítás az ismert a világon, hiszen akár a médiák által, akár mondjuk olvasmányok, irodalom által azért az elérhető, mint ahogy mi tudhatunk a buddhizmusról vagy a hinduizmusról, ők is tudnak rólunk. Ja, muszlimok is tudnak a keresztényekről, mi több, hát sok ponton tagadják is a mi tanításunkat. Tehát ez is a világ vég jelei között, sőt még a zsidó nép jeles képviselőinek is a megtérését a világvég jelei közé soroljuk. Most ezek a protestáns teológusok, ahogy említettem is, többek közt Albert Schweitzer, ezt mondja, hogy a keresztény lét az eszkatológikus. Erre van beállítva, hogy nekünk készen kell lennünk arra, hogy az Úr bármikor eljön, ha más nem, az emberi lét, amikor befejeződik, az egyes ember
akkor eljön hozzá az Úr, és beteljesedik az Isten országa. Ez aztán ott a aszketikus irodalomban is ugye helyet kapott, és hát Jézusnak van olyan tanítása, hogy ő olyan lesz, mint amikor valamelyik űrváltáskor megérkezik. Ja, római időkben többféle űrváltás volt, ugye éjszakának idején is legalább három. És akkor, ha első űrváltáskor érkezik, akkor mi van, ha másodikkor, ha harmadikkor, mi legyünk készek. Szent Bernát, ugye a ciszter ennek a második megalapítója lehetne azt mondani, egy ilyen érdekes tanítást adott, hogy mit jelentett ez, lefordítva a gyakorlatra, hogy mi az űrváltások idején is ébren vagyunk. Egyébként ugye a ciszterrennek a szimbóluma egy olyan madár, valószínűleg pelikán, ami a csőd, nem is a csődében, hanem a karmai közt fog egy követ és egy lábon áll. De arra utal, hogy ha eltalán aludni, kiejti azt a követ, és akkor felébred. Valahogy úgy, mint egy gyerekkoromban mondták, hogy a csősz az úgy aludt, hogy hanyat feküdt, és az egyik lábát a másikra tette, és ha leesett a lába, akkor felébredt. És akkor megint, ugye ez többször, hogy ne aludjon mélyen. Na most tehát, hogy a pelikán madár is ilyen mondja Szent Bernát, hát nekünk is, anélkül, hogy rettegnénk, a őrváltásokra készen kell lennünk, hogy jön az Úr. És miket mond? Azt mondja, hogy ha van az első őrváltás, hogy azt jelenti, hogyha addig valaki virdaszt, hogy a lelkülete és a cselekedetei igazak. A szerzeteseknél ez könnyebben megoldható, mert azt mondják, hogy hát itt van a regula, szerzetesi életszabály, tartsd meg! És ha te ezt megtartod, akkor igaz ember vagy. A rex, regis, király, a regula annyit jelent, hogy királyocska. Tartsd meg a regulát, és akkor biztos, hogy igaz úton jársz, mondja Benedek. Benedek is, meg Bernát is. Hát a világi embernek ez a lehetősége nincs, viszont van egy olyan, hogy ott az evangélium, ott az egyház tanítása, amit ő neki, hát ha figyelembe veszi és azt szerint próbál élni, akkor mondhatja azt, hogy virrast. Fönn van az első őrváltásig. A másik azt mondja, a tiszta szándék, hogy ne csak a külsődleges tettek, hanem a tiszta szándék is motiváljon engem. Hát azt hiszem, ez az egyik legnehezebb dolog, nem véletlen, hogy az Úr Jézus a farizeusokat annyira megróta és szitta, tudnék, ott egészen más volt a külső megvalósulás, mint a belső szándék. És a szándék tisztasága az roppant fontos ahhoz, hogy ne legyünk képmutatók. Ugye a képmutatás nem csak a farizeusok idejére való viselkedési forma volt, hanem ma is megvan. A pszichológia, szociológia kidolgozi ilyeneket, hogy az embereknek vannak különböző szerepeik, szerepszemélyiségük van, szerepviselkedésük, és egészen másként gondolkodnak, kicsit olyanok, mint a diplomaták, mindannyian, hogy más az, amit gondol, és más az, amit cselekszik. És azt mondja Bernát, ha valaki meg tudja azt tenni,
hogy a szándéka olyan tiszta, hogy az követhető a cselekedeteiben, az annak az embernek felel meg, aki a második őrváltásig is fönt van és virraszt. A harmadik körváltás, mondja Bernát, az a legnehezebb. Ugyanis a szerzetes is, a többi ember is közösségben él. És a közösségnek az elviselése, a közösségért dolgozni, a közösségért imádkozni, ha valaki egy életen keresztül ezt teszi, az ahhoz hasonlít, mint aki a harmadik őrváltás idején is fönn van. Ugyanis hát mindig valamilyen közösségben vagyunk, és ez nagyon nagy nehézséget tud okozni, hiszen olyan nincs, hogy mindenkinek jót tegyünk, mindenkinek meg tudjunk felelni, hanem hát meg kell keresni, hogy mi az, ami a közösséget egyszerre építi, és ugyanakkor igaz emberek is vagyunk. Szóval a közösségért szenvedni. És átviszem ugye arra a gondolatra, amit egyik szent mondott, hogy nem az a nagy dolog valójában, hogy valaki az egyházért szenved, hanem az egyház tagjaitól szenved. Ez a nehezebb, mert az, hogy őt üldözik azért, mert jó keresztény, pogányok, ateisták, nem könnyű, de sokkal nehezebb, mint hogyha az egyház tagjaitól kapja ugyanezt. Most, hogyha valaki még ekkor is ugye készen van, akkor ez a harmadik őrváltáskor is, hogy hát bármikor jön az Úr, akkor őt készen találja. Ugyanis ez a készen lét, ez nem rettegést jelent, hanem a lelkiismeret tisztaságát és annak való megfelelést. Nekünk körök problémánk az időnek való megfelelés, és akkor ugyanakkor azt mondjuk, hogy az örökké valóság is valahol érintkezik a mi időnkkel, hogy mikor vannak olyan tetteink, amikor az örökké valóság számára is maradandóvá váló tetteket viszünk végbe. Ez is egy kérdés, mert sok olyan tettünk van, ami hát nem csak hogy időleges, hanem talmi értékeket hordoz magában. Most tehát ugye a nagy himnuszába Szent Pál apostol éppen arról szól, hogy sok mindent tudhat, csinálhat az ember, de egyedül a szeretet tettei maradnak meg. És azok, amik egyszerre ezt az időt szolgálják, amiben mi élünk, és ugyanakkor rányírnak az örökké valóságra is. Vannak olyan tetteink, amikor nem csak hogy azt érezzük, hogy úgy az idő fölé emelkedünk, hanem azt is, hogy ebből azért valami meg fog maradni az örökké valóság számára. Mert ez jelenti a készenlétet. És hát a keresztény embernek figyelmeztetnie kell többször önmagát, erre valók az ilyen időszakok is, mint az advent, nagy böjt, ami egyrészt az élet mulandóságát, annak komolyan vételét, a józanságot jelzik, másrészt pedig a Jézus Krisztusra való várást is. Fölteheti mindenki magának a kérdést, hogy hát egyáltalán ő örülne annak, ha az Úrral találkozna. Ha most azt mondanák neki, hogy reggelre meg fogsz halni, ugye? Hogy rettegtetne, vagy azt mondaná az ember, hogy hát jöjj el, Uram Jézus. Ugye? Mert valahol itt van a eszkatológiára beállított keresztény létünk is. Kikívánkozik belőlem, hogy
Ezt a családi történetet így idehozzam, hogy volt otthon egy ilyen bronz Jézus töviskoronás rölifünk, ilyen, hát dombormű. Ilyen sok helyütt volt, mint egy tányér, vagy egy kis tányér akkor nagyságú. Ezt apám mondta, hogy hát ha majd síremléket állítatok nekünk, akkor ezt tegyétek valahogy, tegyék bele abba a síremlékbe, hogy ott legyen. Hát jó. De ezt évekkel ezelőtt mondta. És hát meghalt, síremléket csináltattunk, én magam is keresgettem a Szentírásba, mondom, hát valami megfelelőt keresték, mert ő egy vallásos ember volt, komolyan hitt, sok tanújelét adta ennek, nézegettem, és valahogy előkerült az a Krisztus fej, mert egy ilyen festés alkalmával levettük a falra, benne volt a szekrényben. És rá volt írva, nagy megkönnyebbülésünkre, hogy mit akart ráírni, mert egyben hát ugye a hitét is jelezte, pontosan ez a mondat, amit én itt előbb is idéztem, a Jelenések könyvének az utolsó mondata, azt vettek, hogy itt úgy van, hogy ámen, de valójában, de úgy is fordítják, ő biztos a Békés Dallosból vett, hogy úgy van, mert előtte mondja a Szent Szerző által Jézus, hogy igen, hamarosan eljövök. És akkor a következő vers, vagy a utolsó, hogy úgy van, jöjj el, Uram Jézus. És rá volt írva erre a domborműre, hogy ezt kell kérni. És ezt is írtuk rá a sírkőre, hogy itt van, úgy van, jöjj el, Uram Jézus. Hát szerintem egy ilyesmi is lehet egy ilyen tanúságtétel, hogy sokszor még papoknál is látom azt, hogy mint olyan abszolút ilyen félelem, vagy rettegés, vagy nem is tudom mi volna, hogy hát meg kell halnom, hát jaj, mi lesz, hogy lesz, maradjunk még itten, ismerek ilyeneket, még én írni akarok, még sokat akarok írni, még írni is fogok, vannak ilyen papok, szóval úgy van, jöjj el Uram Jézus. Azt hiszem, ez a keresztény embernek az igazi realitása, a józansága, hogy amikor tesz-vesz dolgozik, akkor úgy van, mint Józsué, álljon meg a nap, csináljuk azt, amit teszünk. De ha jön a hívás az örök halmok felől, hogy benne van a litániában, akkor az ember leteszi a dolgokat, és megy. Erre kell magunkat trenírozni, erre való egy advent is, akár még egy ilyen bibliaóra, mint a mostani is, hogy egyszerre mindent úgy akarunk végezni, mint ha örökkélnénk, és ugyanakkor azzal a felelősség tudattal, hogyha jön az Úr, készen álljunk, úgy van, jöjj el Uram Jézus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!